kocsi, de úristen, de szép! Jó étel! Jó étel, nagyon gyönyörű! Jó, köszönjük szépen! Ez illik hozzá, ez a színkavarkád, nem? Tisztára ruhához passzoló ételt kapitán. Nekem egy tanárnőm, a Sikolga, ő azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mit énekel, csak énekeljen. És jönnek mindig ezekkel, hogy jazz, meg akkor hát ez igen, most értékesebb, ha nem tudom micsoda, a popzene kevésbé értékesebb. Ez egy hülyeség. Zene, zene. Az, hogy ezt én miért csinálok ennyi mindent, azért, mert szeretem, mert érdekel, mert szeretem magam kipróbálni, mert feladat, mert játék. Amikor padödő vagy a színpadon, vagy amikor jazzt énekelsz, vagy amikor bárkivel fellépsz, akkor ugyanonnan szól a hang, csak más, amit megszólalt? Ugyanonnan, csak más, amit megszólalt. Pontosan, igen. Igen. Nagyon igen. Érdekes. Amit ki akarsz fejezni, olyan a hang. Tehát amikor popot énekelek, valóban teljesen más a hangvétel, ahogy azt énekelem, mert ott mindig benne van egy ilyen hihetetlen mosoly. Amikor jazzt énekelek, az ugyanez, amikor kortárs operát énekelek, az pontosan ugyanez. Hiszel benne, hogy onnan jön? Abszolút. Abszolút, tehát amikor a zsinagógában énekelsz, az egy olyan áldott állapot, hogy ott nem is kell énekelni, ott csak el kell magad engedni. Az fantasztikus élmény.